a csodatévő szabály. Gondolj arra, hogy a partnerednek esetleg egyáltalán nincs igaza, de ő nem ezt hiszi. Ne szidd tehát, hiszen ezt minden ostoba megteheti. Inkább próbáld megérteni. Csak bölcs, türelmes, kivételes ember képes rá. Bizonyosan van valami oka annak, amiért a másik úgy gondolkozik és cselekszik, ahogy. Kutasd ezt a rejtett okot, és kezedben lesz cselekedeteinek, talán egész egyéniségének a kulcsa. Törekedj komolyan arra, hogy az ő helyzetébe képzeld magad. Sok időt és kellemetlenséget takaríthatsz meg, ha megkérded önmagadtól, mit éreznél, mit tennél az ő helyében. Ha kíváncsiak vagyunk az okra, a hatás sem lesz olyan kellemetlen. Ez a módja, hogy egyre ügyesebben bánj az emberekkel. Állj meg egy percre! Mondja Kenneth M. Good, Hogyan keressünk többet mások segítségével című könyvében. Állj meg egy percre, és hasonlítsd össze a saját dolgaid iránti eleven érdeklődésedet, azzal az enyhe unalommal, amelyet másokéi iránt érzel. Mindenki így van vele. Ha tudomásul veszed, akkor Lincoln és Roosevelt szellemében megszerezheted azt az egyetlen szilárd alapot, amely a börtönőrén kívül bármiféle foglalkozásra képesít, hogy tudni élik, akkor tudsz az emberekkel ügyesen bánni, ha rokon szemmel kezeled mások szempontjait. Sam Douglas a New York állambeli Hampstead városkából azt szokta a feleségének mondani, hogy túl sok időt tölt a fűnyírással, permetezéssel, a gyomlálással, a kert pedig semmivel sem csinosabb, mint akkor volt, amikor 4 évvel korábban oda költöztek. Felesége természetesen rossz néven vette a megjegyzéseket, és ilyenkor mindig felborult a családi béke. A tanfolyamra járva Douglas ráébredt, milyen ostobán viselkedett, mert nem vette észre, hogy a felesége szeretettel végzi a kerti munkát, és értékelte volna a szorgalmát dicsérő megjegyzéseket. Egyik délután a felesége azt mondta, kimegy egy kicsit gyomlálni, és hívta, tartson bele. Először húzódozott, de egy hirtelen ötlettől vezérelve, az asszony után ment és segített neki. Egy órán át dolgoztak, és közben kellemesen elbeszélgettek. Ezt követően gyakran kiment vele kertészkedni, és megdicsérte a frissen nyírt gyepszőnyeget, a bimbózó virágokat. Az eredmény attól, hogy az asszony szemével igyekezett nézni a dolgokat, még ha olyan apróságokról is van szó, mint a kertészkedés, boldogabb lett az életük. Dr. Gerald S. Nirenberg a Közelebb egymáshoz című könyvében így ír: a verbális együttműködés akkor valósul meg, ha kimutatjuk, hogy ugyanúgy figyelembe vesszük a másik ember véleményét és érzéseit, mint sajátunkét. Ha így indul egy tárgyalás, hogy úgy adunk irányt és célt a beszélgetésnek, úgy irányítjuk a mondani valónkat, hogy azt mondjuk, amit hallani szeretnénk, ha mi lennénk a másik fél, ösztönözni fogja a minket hallgató másik embert arra, hogy nyitott legyen a mi véleményünkre. Évek óta az a pihenésem, hogy a lakásom közelében lévő ligetben sétálok és lovagolok. Mint a régi Gallia pogány papjai, valósággal imádom a tölgyfákat, így hát évről évre kétségbeesve látom, hogy a fiatal fákat mind pusztítják gondatlanságból okozott tüzek. Ezeket nem dohányosok okozzák, hanem csak nem minden esetben fiatal fiúk, akik azért járnak a parkba, hogy táborozzanak, és eközben megfőzzék a maguk ebédjét a fák alatt. Néha akkorák a tüzek, hogy a tűzoltóknak kell eloltaniuk. Volt egy tábla a park szélén, amely mindenkit figyelmeztetett, hogy börtönbüntetés terhe mellett tilos tüzet gyújtani, a tábla azonban a park legkevésbé forgalmas részén állt, és kevés fiú látta. Egy lovas rendőr vigyázott a parkra. Ő azonban nem vette túl komolyan a kötelességét, és így a tűzesetek évről évre megismétlődtek. Egy alkalommal az egyik közeli rendőrhöz futottam, és figyelmeztettem, hogy a park egyik részében tűz van, amely gyorsan terjed, és kértem, hogy értesítse a tűzoltóságot. Hidegvérűen azt felelte, ez nem az ő dolga, mert nem az ő területén történt. Kétségbe voltam esve.
Amikor tehát eztán lovagolni mentem, mint önjelölt egyszemélyes bizottság, igyekeztem megvédeni a közvagyont. Kezdetben, attól félek, meg sem kíséreltem, hogy megértsem a fiúk szempontját. Valahányszor tüzet láttam a fák alatt, annyira bántott a dolog, annyira szerettem volna jót tenni, hogy persze rosszat cselekedtem. Oda lovagoltam a fiúkhoz, figyelmeztettem őket, hogy a tűzgyújtásért börtönbe juthatnak, és fensőbséges hangon parancsot adtam az oltásra. Ha nem engedelmeskedtek, letartóztatással fenyegettem meg őket. Végeredményben csak magamat nyugtattam meg, anélkül, hogy beleéltem volna magam a fiúk helyzetébe. Mi volt az eredmény? A fiúk engedelmeskedtek, mogorván és dühösen. Amikor látótávolságon kívülre kerültem, valószínűleg újra tüzet gyújtottak, és szerették volna az egész parkot felégetni. Az évek múltával, azt hiszem, valamivel többet tudtam meg az emberekkel való bánásmódról, tapintatosabb lettem, és kifejlődött a hajlamom, hogy a másik szemszögéből is lássam a dolgokat. Nem adtam tehát parancsot többé, hanem odalovagoltam a lobogó tűzhöz, és valahogy így fogtam hozzá. Szevasztok, fiúk, mi lesz a vacsora? Én is szerettem tüzet rakni fiatalkoromban, sőt, ma is szeretek. Ha nem tudjátok, ez nagyon veszélyes itt a parkban. Tudom, ti senkinek nem akartok kárt okozni, de mások nem ilyen óvatosak, és nem oltják el a tüzet, amikor hazamennek, aztán a láng elharapózik a száraz avarban, és elpusztítja a fákat. Nem is lennének már itt fák, ha nem vigyáznánk rájuk. Titeket becsukhatnak, amiért tüzet raktok, de nem akarok fenyegetőzni, és nem akarom elrontani a mulatságotokat. Örülök, hogy jól érzitek magatokat, de kérlek, kotorjátok félre a leveleket a tűztől most azonnal. Mielőtt pedig elmentek, takarjátok be egy jó csomó földdel a parazsat. És ha legközelebb kijöttök, nem raknátok tüzet inkább a dombon túl, amott a homokgödörben? Ott semmi bajt nem okozhat. Köszönöm, fiúk, jó mulatást! Ennek a beszédnek már volt hatása. Elértem vele, hogy a fiúk segíteni akartak. Nem morogtak, nem dühöngtek, hiszen senki sem kényszerítette őket arra, hogy parancsokat teljesítsenek. Senki sem bántotta a büszkeségüket. Jobban érezték magukat, és én is, mert a dolgot az ő szempontjukból egyengettem. Ha mások szemével nézzük a dolgokat, az életünkre ránehezedő személyes problémák is könnyebben oldódnak meg. Elizabeth Novák az ausztráliai Új-Dél-Walesből 6 hetet késett a kocsija kifizetésével. Egy pénteki napon ellenséges hangú telefont kaptam egy férfitól, aki azzal fenyegetett, hogy további intézkedések várhatók az autókereskedés részéről, ha hétfőn reggel nem törlesztem a 122 dollár adósságomat. A hétvégén sehogy sem tudtam pénzhez jutni. Így, amikor hétfő reggel megint felhívott, fel voltam készülve a legrosszabbra. Ahelyett, hogy felidegesítettem volna magam, inkább megpróbáltam az ő szemszögéből nézni a szituációt. A lehető legőszintébben elnézést kértem, amiért ennyi kellemetlenséget okoztam neki, és megjegyeztem, hogy bizonyára én vagyok a legzűrösebb ügyfelük, ráadásul nem ez az első eset, hogy tartozásom van. A férfi hangneme azonnal megváltozott, és biztosított róla, hogy messze nem én vagyok a legtöbb gondot okozó ügyfelük. Majd elmondott néhány példát, hogy milyen vásárlóik vannak, hogy próbálják becsapni vagy eltűnni. Eközben én egy szót sem szóltam. Hallgattam és hagytam, hadd zúdítsa rám a vásárlókról alkotott véleményét. Végül, anélkül, hogy bármit is javasoltam volna, azt mondta, hogy nem számít, ha nem tudom azonnal kifizetni a teljes összeget. Elég lesz, ha a hónap végéig fizetek 20 dollárt, a többit pedig akkor egyenlítem ki, amikor nekem megfelel. Ha legközelebb bárkit arra akarsz kérni, hogy olts el a tüzet, vagy adjon némi fizetési haladékot, várj egy kicsit, csukd be a szemed, és próbáld meg átgondolni az ügyet az ő szempontjából. Kérdezd meg önmagadtól. Miért akarná megtenni? Igaz, hogy ez némi időbe kerül. De barátokat szerzel. És jobbak lesznek az eredményeid. Méghozzá kevesebb súrlódással és kellemetlenséggel.
A Harvardi Kereskedelmi Iskola igazgatója, Donham úr ezt mondta egyszer. Inkább sétálnék 2 óra hosszat fel és alá valakinek az irodája előtt, akivel megbeszélésem van, mint hogy úgy lépjek be hozzá, hogy nem tudom pontosan, mit fogok mondani, és értékeit és céljait ismerve ő mit válaszol. Ez annyira fontos, hogy nagyobb nyomaték kedvéért dőlt betűkkel is megismétlem. Inkább sétálnék 2 óra hosszat fel s alá valakinek az irodája előtt, akivel megbeszélésem van, mint hogy úgy lépjek be hozzá, hogy nem tudom pontosan, mit fogok mondani, és értékeit és céljait ismerve ő mit válaszol. Ha egy könyv elolvasásának csak egy eredménye lenne, az, hogy az olvasóban megnőne a hajlam a mások fejével való gondolkodásra, és egyszerre tudná nézni a dolgokat mindkettőjük szempontjából, ha az olvasó csak ezt az egy dolgot szívleli meg, munkám már akkor is pályafutásának egyik mérföldkövét jelentheti. Őszintén törekedj a másik szemszögéből látni a dolgokat, amit mindenki kíván. Szeretnél-e olyan varázsigét, amely megszüntet minden vitát, kellemetlenséget, majd jó akaratot teremt és általános megértést? Igen? Helyes. Tessék, itt van. Mondjad. Ön igazán nem tehet arról, hogy ez a véleménye. Az ön helyében az enyém is ez lenne. Az ilyen válasz lecsendesíti a legháborgóbb fickót is. Te pedig tökéletesen őszinte vagy, mert ha az ő helyében lennél, valóban éppen úgy gondolkodnál, mint ő. Vegyük például Al Capone esetét, és tegyük fel, hogy ugyanazt a testet, vérmérsékletet és gondolkodást örökölted, amit ő, és életed az övével azonos környezetben és tapasztalatok közt folyt volna. Ez esetben pontosan az lennél, aki ő. És ott lennél, ahol ő. Ezek a dolgok, és nem csak ezek a dolgok tettek azzá, ami. Az egyetlen ok például, amiért nem vagy csörgőkígyó, az a körülmény, hogy a szüleid nem voltak csörgőkígyók. Az egyetlen ok, amiért nem csókolod meg a teheneket és a kígyókat nem tekinted szent állatoknak, az, hogy véletlenül nem valamelyik hindú családban születtél a Brahmaputra partján. Nagyon kicsi az érdemed abban, hogy az vagy, ami vagy, és ne feledd el, a másik sem sokat tehet arról, hogy olyan, amilyen, amikor ingerülten, elfogultan és esztelenül vitatkozik veled. Legjobb, ha sajnálod szegény ördögöt. Légy hozzá irgalmas, és érez részvétet iránta. Mondd magadban azt, amit John B. Goog szokott mondani, valahányszor egy-egy részeg alakot látott tántorogni az utcán. Te jó Isten, ott megyek én! Az emberek 3/4 része éhezi és szomjúhozza az együttérzést. Adj nekik, és szeretni fognak. Egyszer rádió előadást tartottam Louisa May Alcottról, a híres írónőről, akinek szerepe volt az amerikai polgárháborúban is. Természetesen tudtam, hogy a Massachusetts állambeli Concord városában él, és ott írta a halhatatlan könyveit, hiszen legismertebb munkája is éppen a Massachusetts beliek életét festi elénk színekkel. Figyelmetlenségből azonban azt mondtam, hogy meglátogattam régi otthonát a New Hampshire beli Concord városában. Ha csak egyszer mondok New Hampshire-t, ez még megbocsátható lett volna, de sajnos, jaj, 2-szer mondtam. Elárasztottak levelekkel és táviratokkal, gúnyos üzenetekkel, amelyek úgy keringtek védtelen fejem körül, mint a darazsak. Sokan méltatlankodtak, néhányan még sértegettek is. Egy hölgy, aki a Massachusetts-beli Concordban nevelkedett, de most Philadelphiában élt, rám mennydörögte emésztő haragját. Akkor sem lehetett volna keserűbb, ha azzal vádolom Alcott kisasszonyt, hogy ujgújnejai emberevő. Amint ezt a levelet elolvastam, az volt az érzésem, hála Isten, nem én vagyok ennek a nőnek a férje. Aztán az volt az első gondolatom, hogy megírom neki, az én tévedésem földrajzi, az övé viszont modorbeli. Ez lett volna a levelem első mondata, aztán neki gyűrköztem volna, hogy jól megírjam a véleményem. De mégsem tettem. Uralkodtam magamon. Rájöttem, hogy ezt minden hirtelen haragú bolond megtenni, és a legtöbb bolond meg is tenni. Én azonban különb akartam lenni a bolondoknál.
Elhatároztam, hogy ellenségből baráttá változtatom. Ez már olyan párviadal, olyan játék, amelyet szívesen játszom. Így szóltam magamban. Végeredményben az ő helyében valószínűleg én is így éreznék. Elhatároztam tehát, hogy megértem az ő szempontját. Legközelebb, amikor Philadelphiában jártam, felhívtam telefonon. A beszélgetés körülbelül így zajlott le. Asszonyom, néhány hete levelet kaptam öntől, amelyet szeretnék most megköszönni. Ő egy kissé éles, de jó gyerekszobára valló hangon. Kivel beszélek, kérem? Nem ismerjük egymást személyesen. Ön végighallgatta egy rádió előadásomat, amelyet pár hete Louisa Alcott-ról tartottam, és amelyben azt a megbocsáthatatlan baklövést követtem el, hogy azt mondtam, a New Hampshire-beli Concordban él. Szerencsétlen tévedés volt, és szeretnék elnézést kérni érte. Igazán kedves öntől, hogy időt szakított magának a levélírásra. Sajnálom, Mr. Carnegie, hogy azt írtam, amit írtam, egy kicsit kijöttem a sodromból, és ezért én kérek elnézést. Nem önnek kell elnézést kérnie, hanem nekem. Minden iskolás gyerek tudja, én meg eltévesztettem. A rákövetkező vasárnap tartott rádió előadásomban egyszer már elnézést kértem általában, és öntől most személyesen is szeretnék. Tudja, én a Massachusetts-beli Concordban születtem. A családom 2 évszázadon át vezető szerepet vitt ebben az államban, és én nagyon büszke vagyok a szülőhazámra. Csak ugyan nagyon dühös voltam, amikor ön azt mondta, hogy Louisa May Alcott New Hampshire-ben született. Azért mégis szégyellem azt a levelet. Biztosítom, hogy ön tized annyira sem volt dühös, mint én. Tévedésem igazán nem árthatott Massachusettsnek. Engem mégis nagyon bántott. Ritkaság, hogy az ön társadalmi osztályához tartozók időt szakítsanak maguknak az írásra. Remélem azonban ön újból ír nekem, ha felfedez valamilyen tévedést bármelyik előadásomban. Ő. Tudja, nekem tetszik az a mód, ahogyan a kritikámat fogadja. Igazán sajnálom, hogy nem ismerem közelebbről. Bocsánatkéréssel és az álláspontjára való helyezkedéssel tehát elértem, hogy ő is elnézést kérjen, és megértsen engem. Megvolt az az elégtételem, hogy uralkodtam magamon, és hogy a sértésre kedvességgel válaszoltam. Sokkal mulatságosabb dolog is volt megkedveltetnem magam vele, mint azt javasolnom neki, hogy ugorjon a vízbe. Mindenkinek, aki a Fehérházból kormányozza az Egyesült Államokat, szinte naponta meg kell birkóznia az emberekkel való helyes bánásmód nehézségeivel. Taft elnök sem volt kivétel. Tapasztalatából tanulta meg, milyen hatalmas, szinte vegyi hatása van a rokonszenvnek, amely semlegesíti a sértődések savlerokódásait. Könyvében eléggé mulatságos példát mond el arról, hogyan csendesítette le egy elégedetlen és becsvágyó anya dühét. Egy washingtoni hölgy, írta Taft, akinek a férje bizonyos politikai befolyással rendelkezett, 6 héten át gyötört azzal, hogy nevezzem ki a fiát valamilyen állásba. Félelmetes számú szenátor és képviselő támogatását szerezte meg, és mindegyikkel eljött hozzám, hogy lássa, elég meggyőzően beszélnek-e. A szóban forgó álláshoz műszaki képzettség kellett, és így az illető hivatal főnökének az ajánlatára valaki mást neveztem ki. Ekkor kaptam egy levelet az anyától, amelyben az állt, hogy én vagyok a legszívtelenebb ember, mert boldogtalanná tettem, pedig az ellenkezője csak egy kézmozdulatomba került volna. Elpanaszolta továbbá, hogy megdolgozta saját államának a képviselő testületét egy olyan törvényjavaslat érdekében, amelyet különösen a szívemen viseltem, és íme így hálálta meg az ő jó akaratát. Ha az ember ilyen levelet kap, az az első gondolata, hogyan lehetne a levélírónak alaposan megmondani, mekkora illetlenséget követett el, sőt, mennyire szemtelen volt. Aztán az ember megírja a választ, és ha elég esze van, elteszi a fiókba és bezárja. 2 nap múlva előveszi a levelet, az ilyesmire legalább 2 napig kell halogatni a választ, és akkor már nem is küldi el. Pontosan így tettem én is. Leültem tehát, és írtam egy másik, nagyon udvarias levelet az anyának. Közöltem vele, hogy megértem a csalódását, de neki is meg kell értenie, hogy a kinevezés nem csupán tőlem függ, hanem mivel műszaki képzettségű embert kellett arra a helyre állítanom,
meg kellett hallgatnom a hivatalfőnök javaslatát is. Kifejeztem azt a reményemet, hogy a fia az általa már betöltött állásban is bizonyára eléri mindazt, amit az édesanyja remél tőle. Ez a levél kiengesztelte az anyát. Írt is nekem újból egy pár sort, és sajnálkozását fejezte ki az előbbi levele miatt. Mivel azonban a szóban forgó kinevezés megerősítése késett, egy idő múlva újból levelet kaptam, amely látszólag az asszony férjétől jött, bár ugyanaz a kéz írta, mint az előzőeket. Ebben arról kaptam értesítést, hogy az elszenvedett idegi megrázkódtatás következményeként az asszony ágynak dőlt, és az orvosok igen súlyos gyomorrákot állapítottak meg. Nem gyógyítanám-e meg a feleségét azzal, hogy visszavonom az első kinevezést és a fiáival helyettesítem? Újabb levelet kellett írnom. Ez alkalommal a férjnek. Reményemnek adtam kifejezést, hogy a baj megállapítás téves, és közöltem vele, mennyire átérzem azt a szomorúságot, amelyet felesége súlyos betegsége jelent számára. Sajnos azonban lehetetlen visszavonnom a kinevezést, mert a megerősítése időközben megtörtént. Két nappal később pedig, amikor egy hangverseny volt a Fehérházban, a feleségemet és engem persze ez a házaspár üdvözölt legelőször, holott az asszony rövid idővel azelőtt még a halál árnyékában volt. Jay Mangum egy olyan oklahomai liftszerelő vállalat képviselője volt, amely luxus hotelek liftjeinek javítására kötött szerződést. Az egyik hotel igazgatója ragaszkodott hozzá, hogy két óránál többre, a vendégek kényelme érdekében, ne zárják le a javításra szoruló liftet. A javítási munkálatok ugyanakkor legalább 8 órát vettek volna igénybe, és a legjobb szerelők sem mindig álltak rendelkezésre. Amikor Mangum úr mégis rá tudott állítani erre a munkára egy kitűnően képzett szerelőt, felhívta a hotel igazgatóját, és anélkül, hogy vitába szállt volna vele a munka elvégzéséhez szükséges időt illetően, a következőket mondta. Rick, tudom, hogy nagy nálatok a forgalom, és szeretnéd, ha a lehető legrövidebb ideig szünetelne a lift. Megértem az álláspontodat, és mindent megteszünk, hogy megfeleljünk ennek. Azonban a hiba olyan jellegű, hogy ha nem végezzük el a teljes javítást, a lift még tovább romlik, és akkor kénytelenek lesztek hosszabb időre nélkülözni. Tudom, hogy nem örülnél, ha napokra kényelmetlenséget kellene okoznod a vendégeknek. Az igazgató belátta, hogy 8 órai leállás kevesebb, mint néhány napos. Az igazgató kívánságának elismerésével, hogy első a vendég, Mangum úr meggyőzte a megrendelőt, és a maga oldalára állította. Joyce Norris, egy zongoratanár a Missouri állambeli St. Louisból mesélte, hogyan oldott meg egy problémát, amely a 10 éves leány tanítványoknál szokott előfordulni. Babette, így hívták az egyik kislányt, körmei különösen hosszúak voltak. Ez komoly hátrány annak, aki szabályos stílusban akar zongorázni. Norris asszony így mesélte el az esetet. Tudtam, hogy a hosszú körmök akadályozni fogják őt abban, amire a legjobban vágyott, hogy jól játszon. Az első megbeszélésen nem hoztam szóba a körmeit, mert nem akartam kedvét szegni már az elején, és azt is tudtam, hogy nem szívesen vágná le azt, amit oly nagy gonddal megnövesztett. Az első óra végén azonban elérkezettnek láttam az időt, és így szóltam. Babette, szép kezed és gyönyörű körmeid vannak. Ha azonban olyan jól akarsz játszani, amilyen jól a képességeid alapján képes vagy, meg fogsz lepődni, mennyivel gyorsabban és könnyebben menne, ha rövidebbek lennének a körmeid. Gondolkodj el ezen, jó? A kislány akkor grimaszt vágott, jelezve egyértelmű nem tetszését. Az anyjával is beszéltem a dologról, és ismét megemlítettem, hogy szépek is a kislány körmei. Nála sem maradtam nagyobb sikert. Világos volt, hogy neki is fontos volt, hogy Babette körmei hosszúak legyenek. A következő héten Babette megint órára jött. Megrökönyödve láttam, hogy a körmei rövidek voltak. Megdicsértem, amiért ilyen áldozatot hozott. Az anyjának is megköszöntem, amiért hatni tudott a lányára. De ő azt válaszolta, hogy szó sincs róla, nem neki köszönhető. Maga döntött így, és ez volt az első eset, hogy valaki kedvéért levágta a körmeit.
Norris asszony megfenyegette volna tanítványát? Azt mondta-e neki, hogy nem tanítja őt ilyen hosszú körmökkel? Nem, egyiket sem. Csak ráébresztette, hogy a hosszú körmök gátolják a művészi fejlődésben, amiért érdemes áldozatot hozni. Alig hanem S. Jurok volt Amerika legkiválóbb hangversenymenedzsere. Egy negyed évszázadon át foglalkozott művészekkel, olyan világhírűekkel is, mint Charles Chaplin, Isadora Duncan és Anna Pavlova. Tőle hallottam, elsősorban megértésre volt szüksége, hogy a heves vérmérsékletű nagy művészekkel bánni tudjon. Meg kellett értenie még nevetséges különcködéseiket is. 3 évig volt Charles Chaplin impresszáriója, a világ egyik legnagyobb basszusái. De Charles Chaplinnal rengeteg baja volt. Úgy kellett bánni vele, mint egy elkényeztetett gyerekkel, menedzsere szerint minden tekintetben pokoli a fickó. Charles Chaplin például felhívta a Hurokot aznap délben, amikor fel kellett lépnie, és azt mondta: rettenetesen rosszul érzem magam, be vagyok rekedve, nem tudok énekelni ma este. Vajon vitatkozni kezdett Hurok a művésszel? Dehogy. Tudta, hogy a színházi vállalkozónak ez tilos. Inkább átszaladt tehát Charles Chaplin szállodájába, és szinte csepegett az együttérzéstől. Milyen kár, sopánkodott, milyen kár. Borzasztó, kedves barátom, borzasztó. Persze, hogy nem kell énekelned, rögtön lemondom az előadást. Csak néhány ezer dollárjába kerül, de hát ez igazán semmi a hírnevéhez képest. Charles Chaplin erre sóhajtott és így szólt: talán átjöhetne később megint. Jöjjön 5-kor, és akkor majd meglátjuk. 5 órakor Hurok ismét átment a szállodába, és csepegett a részvédtől. Újból azt ajánlotta, már is mondják le a hangversenyt, mire Charles Chaplin ismét sóhajtott, és így szólt: nos, jöjjön át később még egyszer. Lehet, hogy jobban leszek. 7:30 kijelentette, hogy csak úgy hajlandó énekelni, ha a Hurok előbb kiáll a Metropolitan színpadán és bejelenti, hogy Charles Chaplin erősen meghűlt és rekedt. Hurok mindig meg is ígérte, hogy megteszi, bár sohasem tette meg, mert tudta, ez az egyetlen módja annak, hogy a nagy énekest a színpadra állítsa. Dr. Arthur Gates a következőket mondja Nevelés lélektana című könyvében: az együttérzés az emberi természet általános vágya. A gyermek rögtön közli, ha sérelem érte, esetleg maga sebzi meg magát, hogy bőséges részvétet arasson. A felnőttek is ugyanezzel a céllal mutogatják sérüléseiket, mesélgetik baleseteiket, különösen a sebészi beavatkozás részleteit. A valóságos vagy vélt bajok feletti önsajnálat bizonyos mértékig tulajdonképpen általános tünet. Ha tehát az emberek gondolkodását a magadéra akarod formálni, kezd el gyakorolni. Légy fogékony a másik ötletei és kívánságai iránt. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük, hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.